A Sátoraljaújhelyi Jókai Marta intézmény iskola előkészítő foglalkozáson mutatta be az oktatási intézményt az óvodásoknak és hozzátartozóiknak. Az őszi foglalkozáson az angol nyelvé volt a főszerep, most pedig a farsanghoz kapcsolódóan a mesék adták az iskola előkészítő alapját, de ez már felölelt komplex tantárgyakat is, melyen keresztül látni lehetett az iskola oktatási módszereit. Szeretnénk, hogyha megismernék a leendő elsősök, hogy milyen közegbe érkeznek, milyen az iskolánk, milyen az iskolánk rendszere, hogy milyenek a foglalkozások. Itt lehet lesz majd látni, hogy milyen összetételű lesz a gyerek sereg, aki ide érkezik hozzánk, és szerintem jól fogják magukat érezni, mert nagyon játékosan fog zajlani, amihez ők hozzá vannak szokva. A Jókai Marta intézmény fő profilját adja az informatika és az emelt szintű angol nyelvoktatás. A mi gyerekeink emelt szintű angol oktatást kapnak, és azt is el tudjuk mondani, hogy negyedik évfolyamon szintfelmérőt szoktak ebből írni, hogy megfelelőképpen a felső tagozatba érve mindenki abba a csoportba kerülhessen, ahová való. És azt tudom elmondani, hogy ezek nagyon jól szoktak sikerülni. A foglalkozáson sokan vettek részt, érdeklődtek az iskolában folyó munka után és a pedagógusok iránt. De volt olyan is, aki egykor a Jókai diákja volt, és most iskola előtt álló testvérével vett részt a foglalkozáson. Én nagyon szerettem ide járni, nagyon kedveltem ezt az iskolát, és szerintem nagyon jól felkészített a tovább tanulásra, mind abból a szempontból, hogy teljesen megvolt az a tudásanyag, ami szükséges volt, és mind pedig abban, hogy az életet tudjam kezelni, kudarcokat. Szerintem nagyon kedvesek voltak az alsós tanítónők is, és felső osztályban is. Nincs rá panasz szerintem.